Megindult a roham a karácsonyi fenyőkért. Rengetegen foglalják le, vagy veszik meg a fákat egy héttel Szenteste előtt. Ezt a normandot, ezt megrendelésre hoztuk, és ennek az ára 22 ezer forint. Hát ugye ezek már szép formás fák, de igazából ezeket csak megrendelésre hozzuk. Karcagon szinte mindenhol találkozhatunk fenyőfaárusokkal. Van olyan termelő, aki a korábbi évekhez képest egy héttel később nyitotta meg a vásárt, és kevesebb fát is kínál. Később kezdtük el, jóval később, még a mai napon kezdtük el árulni a fákat. Tavaly évben már egy héttel előtt árultuk. Sajnos jóval kevesebbet, mert ugye csak tartunk tőle, hogy mi lesz most, és így nem mertünk annyit, inkább a biztosra megyünk. Főleg ismerősektől ugye megkérdezgettük, hogy milyeneket szeretnének, és akkor próbáltunk úgy hozni fákat. Az idén előre felmérték az igényeket. Gondoltak a szegényebbekre is, illetve olyanokra, akik nem tudják megengedni, hogy fát vegyenek. Számukra olyan lehetőségeket kínálnak, hogy elvihetik a levágott gajakat. Az idei favásárlás is szokás se tér el a korábbitól, hiszen valaki az olcsóbbat, más a drágábbat keresi. Hát norma vagy ezüstfenyőt szoktam venni, de szerintem inkább az ezüstöt. Mekkora magasságú? Hú, hát kicsike, ilyesmi. Csak gőzöm sincs, hogy melyik, úgyhogy majd a kiszolgálónak szólni fog, hogy mutassa meg. Érdemes viszont nem az utolsó percre hagyni a fa kiválasztását, hiszen az idén a vírushelyzet miatt kevesebbet rendeltek az örökzöldekből.